Mit hoztál a kis Nandunak? Egy kis tojásreszelék, répareszelék, pulykainnyitóták, korpa, és a szüleinek pedig salátát és darát. Valaki igen kíváncsi. Félénken közelít a Fehér Nandu család a finom falatokhoz. A szülőkkel tart az augusztus végén kikelt fióka is. A több ezer fajt bemutató nyíregyházi állatparkban a család gyarapodása kivételesnek számít. Eddig ugyanis természetes úton itt még nem szaporodott a Fehér Nandu. Alapvetően a Nanduk igazán különleges futómadarakhoz tartoznak, hiszen szürke tóruhával rendelkeznek, de később kitenyésztették a fehér színváltozatát is az állatoknak, és azért különleges a kicsinek a világra jövetele, mert ez az első a történetünk során, mikor is a maga az apa állat költi ki a tojást. 12 évvel ezelőtt volt már kis Nandunk, de akkor azok igazából tojáskeltetőben keltek ki, most viszont természetes úton sikerült így szaporítani ezeket a különleges futómadarakat. Vagyis apaságból dicséretet érdemel a Nandu kakas. A tojást 36 nap alatt költötte ki, és ezt követően is sokat foglalkozik a csöpséggel. A családalapítás feladatainak oroszlán része tehát ennél a fajnál az apára hárul. A nyári időszakban bámulatos násztáncot lejtett a hímállatunk, tehát ő csapogtatta a szárnyait, és mutatta, hogy ő a világ legszebb Nandu fiúja, őt válasszák. A nőstény ki is választotta ők elmét, és egy különleges gödröt készítettek a földbe. Ezt gajakkal, kis szénával kibélelték, és belehelyezték a tojásukat. Most több tojásunk volt, egy tojásból kelt ki életképes utód, aki fészekhagyó fióka, azaz azonnal elkezdik követni a szülő állatokat, és elsősorban az apa állattal együtt tartózkodik a kifutóban. A kicsi egyébként bámulatos gyorsasággal növekszik, most olyan 25-30 cm-es, és nagykorában 160 cm is lesz, ezt a testmagasságot fél éves korában fogja elérni. A Nandu a struchoz hasonló, ám annál jóval karcsúbb állat. Látásuk és hallásuk is kiváló, erőteljes lábukon akár 60 km/h sebességgel is képesek futni. A Nanduk Dél-Amerikában honosak, éppen ezért az állatparkban, az Andok-Kalandok kifutóban élnek, olyan illusztris társasággal a szomszédságukban, mint az alpakák, a tapírok vagy a kapibarák.